Frontérzékenyek veszélyben. A gyorsan változó időjárás azoknál okoz problémát, akiknek szervezete túlhajszolt és gyengébbek, mind fizikailag, mind idegileg az átlagosnál. Egyre több a lakástűz, a legtöbb lakástűznél 1-2 négyzetméteren pusztítanak a lángok, de naponta 3-4 otthon teljesen megsemmisül a tűz miatt. Eredményes évet zárt a könyvtár, a látogatók száma tavaly elérte a 190 ezret. Ők több mint 310 ezer dokumentumot használtak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A gyorsan változó időjárás ismét megnehezítheti a frontérzékenyek életét. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Ez az igen gyakori egészségügyi probléma egyre több embernél okoz komolyabb tüneteket, főként azoknál, akiknek szervezete túlhajszolt és gyengébbek, mind fizikailag, mind idegileg az átlagosnál. Magyarországot évente körülbelül 100 front érinti. A front egy olyan légköri képződmény, ami két ellentétes tulajdonságú, tehát hideg és meleg légtömegek határán alakul ki. Meleg front esetén az arra érzékenyeknél már a front előtt jelentkezhetnek a tünetek, hiszen ilyenkor nő a páratartalom, csökken a légnyomás és melegszik az idő. Szervezetünk pedig erre egyből reagál. Hideg front esetén a tünetek jellemzően a front elvonulása után jelentkeznek, amikor csökken a hőmérséklet és a páratartalom, miközben nő a légnyomás. A két jelenség tünetei is eltérőek lehetnek. Itt nagyok az egyéni különbségek, hogy kinél milyen formában jelentkezik a frontérzékenység, de általában ilyen fáradékonysággal, ingerlékenységgel, fejfájással, vérnyomás ingadozással szokott járni maga a front hatás azoknál, akik érzékenyek erre. Az egészséges, jó állapotban lévő szervezetet, a kiegyensúlyozott testi és lelkiállapotú embereket kevésbé viseli meg a front. Ezért a megelőzésre érdemes nagy hangsúlyt fektetni. Az egészséges életmód fenntartása, a helyes tápanyagbevitel, a vitaminpótlás, a mozgás és a megfelelő folyadékbevitel sokat segíthet a frontérzékenység kialakulásának megelőzésében. Ahogy a stressz elkerülése vagy csökkentése is, amit akár meditációval is elérhetünk. Azonban vannak olyan tünetek, amelyeknél már érdemes orvoshoz fordulni. Hogyha vérnyomás ingadozás van, vagy mondjuk komolyabb mellkasi panasz, fulladás, nehéz légzés, mellkasi fájdalom, esetleg nagyon komoly fejfájás, szédülés, akkor mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni, mert ugye ez sokszor a gyógyszeres terápiának a módosításával, vagy bizonyos gyógyszerek beállításával kell kezelni, hogyha már tényleg súlyosabbak a panaszok. Alapesetben pedig igazándiból arra kell odafigyelni, hogy próbálj meg ilyenkor többet pihenni, ne terheljük túl a szervezetünket nehéz ételekkel, hanem inkább naponta 4-5-ször fogyasszunk könnyű ételeket. Nagyon fontos a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékfogyasztás. Egy felnőtt embernek ilyenkor akár napi 3-3,5 liter folyadék is szüksége lehet. A lehetőségek tárháza tehát elég gazdag. Ha odafigyelünk az előrejelzésekre, megelőzhetjük, vagy akár jelentősen is enyhíthetjük a fronthatások tüneteit. Naponta átlagosan 30 lakástűz keletkezik Magyarországon a téli hónapokban, derül ki az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság adataiból. A hideg időben az emberek többet tartózkodnak otthon, gyakrabban főznek és folyamatosan fűtenek. A legtöbb lakástűznél 1-2 négyzetméteren pusztítanak a lángok, de naponta 3-4 otthon teljesen megsemmisül a tűz miatt. Évente országosan csak nem 400 lakástűz keletkezik, amiatt, hogy a tűzhelyen vagy a sütőben felejtik az ételt, de idén a megyénkben is jutott minden napra legalább 2 lakástűz. Megyénkben január 1-től 128 tűzesetet regisztráltak. Ebből 70 eset lakástűz volt, melyek közül egy halálesettel végződött, és több alkalommal személyisérülés is történt, mondta el televíziónknak Leskovics Zoltán, tűzoltósági főfelügyelő. Hozzátette, még mindig sokan veszítik életüket a dohányzás miatt keletkező tűzben, sok esetben pedig elektromos zálat okozza a bajt. Szeretnénk fölhívni az emberek figyelmét arra, hogy a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoport az idősebb, 60 év fölötti, egyedülálló, rendszerint valamilyen betegséggel küzdő személyeknél figyeljünk oda. Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ezek a figyelmet megkapják ezek az emberek, hiszen náluk a legnagyobb a kockázat, hogy bekövetkezik valamilyen lakástűz. Nagyobb odafigyeléssel megelőzhetőek lennének a háztartásokban keletkező tűzesetek.
a lakástüzek legnagyobb részének keletkezési oka a konyhában végzett tevékenységek, a sütés, főzés, az elektromos eszközök, valamint a nyílt láng. Mindezek gyújtóforrásként szolgálhatnak a lakástüzek kialakulásában. A nyílt lángnál különös figyelmet kell fordítani például a gyertyák használatára, rendszerint arra, hogy nem éghető anyag alátét kerüljön a gyertyák alá, az éghető anyagokat távolítsuk el a környezetből, tüzelőfűtő berendezéseknél felhívnánk a figyelmet arra, hogy ezek csak is kifogástalan állapotú és rendszeresített berendezések lehetnek, felülvizsgálatokra, amennyiben ezek előírt felülvizsgálatok kötelezettek, akkor ez történjen meg. Amennyiben elektromos berendezéseinknél túlmelegedést vagy rendellenes működést tapasztalunk, azonnal húzzuk ki a konnektorból az eszközt. Hívja fel a figyelmet Leskovics Zoltán. Hozzátette, ne terheljük túl a hosszabbítókat, és lehetőleg földelt elosztókat használjunk. Az elektromos fűtőrészeket ne takarjuk le, ne tegyük közel éghető anyagból készült tárgyainkhoz. Ha elutazunk, vagy hosszabb időre vagyunk távol otthonunktól, akkor figyeljünk arra, hogy semmit ne hagyjunk áram alatt, vagy konnektorba dugva. Bármilyen veszélyes helyzetet tapasztalunk, haladéktalanul tárcsázzuk a 112-es segélyhívószámot. 28%-kal többen vették igénybe a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár megannyi szolgáltatását 2018-ban a 3 évvel korábbi adatokhoz képest. A látogatók száma tavaly elérte a 190 ezret, ők több mint 310 ezer dokumentumot használtak. Az intézmény idei tervei közé tartozik, hogy májusban úgynevezett kamaszteret nyitnak az ifjúság részére. A Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár folyamatosan fejlődött az elmúlt 3 évben. Egyre jobb látogató és vendégszámokkal zárta az éveket. Ez annak köszönhető, hogy változtattak a könyvtár használati és kölcsönzési szabályokon. Olvasóbarátabb lett a megyei könyvtár. Elégedettségi és igényfelmérést is végeznek, közölte Tomaszowski Anita, az intézmény igazgatója 35 perc című műsorunkban. Ezeket az olvasói igényeket próbáljuk maximálisan kielégíteni, tehát ennek köszönhető, hogy évről évre van emelkedés, tehát a látogatók száma, mely elérte a 190 ezret. Itt elmondható, hogy a Vécsi utcai fiók könyvtárunk több hónapos zárva tartása miatt is egy minimális csökkenés mutatkozik a 17-es évhez képest, tehát egy olyan 1000 főnyi, pedig több hónapig zárva volt a könyvtár. Olvasóink, látogatóink nagyon türelmesen várták, hogy felújítsuk a fiók könyvtárunkat, és ez teljes átalakuláson esett, tehát egy modern, 21. századi barátságos épület várja a Vécsei utcai olvasókat. A könyveken túl zenei anyagokat, hangos könyveket és kottákat is tud szolgáltatni a könyvtár, illetve elektronikusan is. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet a digitalizációra. A 21. századi infokommunikációs technológiát kihasználva, egy uniós forrásból pedig egy digitalizációs műhelyt is szeretne kialakítani a könyvtár. Egy másik terv a jövőre nézve, hogy úgynevezett kamaszteret nyitnak májusban. Ez az ifjúságnak nyújt majd egy olyan közösségi kulturális teret, ahol elérhetőek lesznek a tanuláshoz, kutatáshoz szükséges modern eszközök. A Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár digitális jólétprogrampont is. Megnyertünk egy 2 millió forint értékben eszközöket, és a megyében 120 DJP pont várja az állampolgárokat, és segíti az állampolgárokat abban, hogy ők is elsajátítsák ezeket a digitális tudásokat, alapműveltséget, hiszen fontos, hogy ezeket az eszközöket megfelelően is jól tudjuk használni. Ez igaz mind a fiatalokra is, és az idősebb korosztályra is. Tehát a digitális írástudás elsajátítása is egy fontos feladatunk, megyei könyvtárként és digitális jólétprogrampontként is. Szakképzett DJP mentorok állnak az állampolgárok rendelkezésére, elektronikus ügyintézéstől kezdve a különböző pályázati lehetőségeken élnek át. Élnek ezzel egyébként a városlakók, a megyében élők? Így van. Élnek ezek? Élnek. Korábban ugye az E-Magyarország pontokként szerepeltek ezek a helyszínek. Tavaly decemberben elindult az idősügyi képzés, tehát a 65 éven felüliek bekapcsolása a digitális írástudásba, a digitalizációba.
Úgyhogy nagyon érdeklődőek, ők az a korosztály, akik mindent meg akarnak tanulni, és mindent meg is tanulnak. 2019-ben 197 településsel van együttműködési megállapodása a könyvtárnak. Ebből 28 településre és néhány nyíregyházi bokortanyára a könyvtár busz jár. 169 szolgáltatóhelyen pedig a helyi önkormányzat alakított ki külön helyiséget, ahol biztosítják a könyvtár szolgáltatásait. Disznóvágással és fogópálinkával is várják a második nyírségi disznótoros fesztivál résztvevőit szombaton Nyíregyházán, a Sóstói Múzeum faluban. Emellett színpadi produkciókkal is készülnek a szervezők, illetve lesz húsfeldolgozási és szakácsverseny, valamint forralt bor és pálinka verseny is. Egy héttel a nevezési határidő vége előtt már 17 csapat jelentkezett a második nyírségi disznótoros fesztivállal egybekötött 18. nemzetközi böllérversenyre. A fesztiválon 24 mangalicát vágnak majd le, amelyekből mintegy 2 tonnányi ételt is készítenek. A résztvevő csapatoknak 200-200 adag kóstolót kell biztosítaniuk a versenyre kilátogatók számára, akik akár már reggel 6:30-tól követhetik az eseményeket a disznók leölésével. Ami újdonság most, hogy úgymond kötelezővé lett téve a csapatok számára az, hogy 200 adagot kóstoltatni kell a közönséggel, kóstolójegy ellenébe természetesen. Itt, hogyha ezt a számot felszorozzuk, tehát a 17x200 már az is önmagában egy nagy adag, de várhatóan egy ilyen 10 000 adag az, amivel készülünk a közönség részére, tehát azt tudjuk garantálni, hogy éhen senkinek nem kell hazamenni, és ne tudja megkóstolni a disznótoros termékeket. Amennyiben rossz lesz az idő, úgy 2x400 négyzetméternyi sátorban dolgozzák fel a mangalicákat, tette hozzá Támba Miklós főszervező a fesztivál sajtótájékoztatóján. Úrik Attila, Nyíregyháza alpolgármestere azt is elmondta, hogy a város külön buszjáratokkal készül a hétvégi eseményre. A tavalyi abból kiindulva azt gondoltuk, hogy mindenféleképpen több buszjáratra van szükség ahhoz, hogy azok az emberek, akik nem saját autóval szeretnének kijutni a Sóstóra, a Mozon faluba, azt megtehessék. Éppen ezért megbeszéltük a Volánnal, és Nyíregyháza saját költségén ingyenes buszjáratokat fog indítani ki a Sóstóra. Majd nézzék, figyeljék az utazók azt, hogy a Böllér Fesztiválnak a különjáratos része legyen ezekre a buszokra felírva, mert vannak, vagy indulnak menetrendszerinti járatok is, amelyek díjkötelesek. A mi különjárataink összesen 4 helyen fognak megállni, maga az állomáson, a Kossuth utca 9 szám alatt, hogy a körút és a Kossuth utcának az elején, illetve Nyíregyházának a végén, a Sóstóti Kórháznál, ott a visszafordító környékén lesz még a buszoknak egy megállója, meg a végcélba. A fesztiválra 500 forintért váltható belépő és kóstolójegy, a helyszínen térképek segítik majd az eligazodást, és melegedő helyek is várják a látogatókat. Délelőtt 10 órától este 6 óráig folyamatosan színpadi produkciók várják a vendégeket, akik pedig hivatalos ügyet szeretnének intézni, a járási kormányhivatal mobil buszában ezt is megtehetik a fesztivál ideje alatt. Negyedszer is legyőzte a Békés Csabát ebben a szezonban a Fátum Nyíregyháza. Hollósi László együttese a női röplabda extraliga rangadóján 3-0-ra verte a bajnoki címvédőt a Continental Arénában. A nyíregyháziak szombaton a lista vezető Vasas otthonában lépnek pályára. A mérkőzés előtt a Nyíregyháza a harmadik, a Békés Csaba a második helyen állt a tabellán, de nem csak ezért ígérkezett rangadónak a jövő hétvégi kupadöntő két részvevőinek összecsapása. A házigazda a hétfői meccsig 3-ból 3-szor legyőzte a Békés Csabát, amely jól kezdte a találkozót. A Nyíregyháza a játszma hajrájában fordított, és 23-ra meg is nyerte az első szettet. A második felvonás is végig szoros volt, de a vendégek ismét csak 23 pontig jutottak. A harmadik játszmában mindössze 11 pontot engedélyezett ellenfelének Hollósi László együttese, ami így a vártnál simábban 3-0-ra nyerte a rangadót. Én örülök azért, hogy végre most már nem 5 játszmás mérkőzés volt, hiszen ez mindig azért egy hátsó fali infarktus az edző számára. Nagyon örülök ennek a győzelemnek, és elsődlegesen azért, hogy tényleg sikerült stabilan játszani, tehát én úgy gondolom, hogy az egész mérkőzésnek az volt az alapja, hogy az első játszma úgy kétharmadától eltekintve sikerült stabilizálni a fogadásunkat, illetve sikerült az ő nyitásfogadásukat a szerváinkkal lerombolni.
Úgyhogy ez mindenképp egy szép dolog. Az, hogy négyszer megvertük a Békés Csabát, én úgy gondolom, hogy megsüvegelendő. De hát ez még tegnap ez egy szép siker volt, de mától már a következő erőfelmérőre kell koncentrálni. A következő erőfelmérő a listavezető Vasas Óbuda elleni szombati idegenbeli mérkőzés lesz a nyíregyháziak számára. A tegnapi mérkőzés azért volt fontos, mert így még matematikailag, vagy talán még egy picit több is tudtunk esélyt teremteni magunknak, hogy akár még a Vasast is elkaphassuk. De nyilván nem egy egyszerű dolog ez. Nem véletlen, hogy a Vasas a listavezető, ők is nagyon stabilan játszanak. De hát legyünk egy kicsit telhetetlenek most, és úgy menjünk föl a Folyondár utcába, hogy mikor, ha most nem. Úgyhogy mindenképp én azt szeretném a lányokba súlykolni egész héten, hogy ezeket a lelki tölteteket, amiket kaptunk most a Békés Csabai meccsből, használjuk fel a következő Vasas elleni mérkőzésre is, és adjuk meg magunknak a sanszot, hogy hát ha el tudjuk kapni a Vasast is végre valahára. Az Extraliga tabelláját a 40 pontos Vasas Óbuda vezeti a 34 pontos Fátum Nyíregyháza és a 33 pontos Békés Csaba előtt. Kiütéses győzelmet aratott a Szánsányik se a Hódmezővásárhely ellen. A nyíregyházi kosarasok az MB2 13. fordulójában lejátszott mérkőzésen 120-48-ra verték a vendégeket. Kovács Tibor együttese pénteken a holtversenyben listavezető Szolnokot fogadja a Bánki csarnokában. A két csapat tabellán elfoglalt helyezését tekintve a hazaiak voltak az esélyesek, ráadásul a hódmezővásárhelyiek fokhíjasan érkeztek, így már a feldobás előtt eldőlt a mérkőzés sorsa. Az első negyedet 24 ponttal nyerte a Sunshine Nyitse, a második 10 percben pedig újabb 31 pontot tett hozzá előnyéhez Kovács Tibor együttese. A nagy szünet után sem változott a játék képe, a hazaiaknál a fiatalok is sok lehetőséget kaptak, és végül 72 pontos nyíregyházi sikerrel zárult a meccs körülmények közötti edzésé változó találkozó. Amellett, hogy voltak távozóink a csapatból, most azért van 2-3 visszatérőnk is, hagyj említsem meg egy belga nemzetiségi fiatalembert, aki a munkahelye, illetve a családi kötődése Nyíregyházára kötődik, és nagy örömünkre megtaláltuk őt, és úgy látjuk, hogy ő is megtalált itt a számítását. Egy képzett játékosról lévén szó, centerposzton tudjuk használni, illetve Tisza Bálintról is, hogy említsek meg az elmúlt hét közepe környékén találkoztunk, és az ő tanulmányai is úgy néz ki, hogy változnak. Most már Nyíregyházán fogja folytatni a tanulmányait, és már a csapatunkban tudhattuk, ő is játszott, és ezen a mérkőzésen mind a ketten azért megfelelő szerephez jutottak, és tudtunk velük gyakorolni. Az NB2 keleti csoportjában a Cegléd, a Szolnok és a Deac egyaránt 11-1-es mutatóval rendelkezik. A Sunshine Nyikse 8 győzelemmel és 3 vereséggel a negyedik helyen áll a tabellán. A nyíregyházi kosarasok pénteken a Szolnokot fogadják. Most már azért körvonalazódott a tabella. Azt látjuk, és szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy a mi csapatunk is abban kategóriában tartozik, amelyik az első csapatok közé tartozik, akik kiemelkednek a mezőnyből. Itt mondhatok 4 csapatot, a Debrecen, a Szolnok, a Cegléd és a mi csapatunkat is. Tavaly is hasonló volt a felállás, akkor én azt gondolom, hogy kisebb bravúrokkal a csapatok elé kerültünk, és mi kerültünk a rájátszásba. Most az év elején még nem álltunk össze, és Szolnokon a vártnál nagyobb vereséget szenvedtünk, de ahogy az idő múlt, jobban összeértünk, nagyobb a merítési lehetőségünk is, amellett, hogy hát talán mondhatom, nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de győzni szeretnénk mindenféleképp. A Sunshine-Nyitse Szolnok találkozó pénteken 19 órakor kezdődik a Bánki tornacsarnokában. Szerződés bontott Vlatko Gyonovicsal Kisvárda Master Gúdese hétfőn. A női kézilabda NB1 legutóbbi fordulójában a várdaiak 29-28-as vereséget szenvedtek Moson-Magyaróváron, és jelenleg a 8. helyen állnak a tabellán. A vezetőedzővel együtt távozik segítője Dragán Gvozdenovics is. A szakmai munka irányítását ideiglenesen a Dávényi János Szabó Valéria páros veszi át. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden.
A gyorsan változó időjárás ismét megnehezítheti a frontérzékenyek életét, ez az igen gyakori egészségügyi probléma egyre több embernél okoz komolyabb tüneteket, főként azoknál, akiknek szervezete túlhajszolt és gyengébbek, mind fizikailag, mind idegileg az átlagosnál. Magyarországot évente körülbelül 100 front érinti. Naponta átlagosan 30 lakástűz keletkezik Magyarországon a téli hónapokban, derül ki az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság adataiból. A hideg időben az emberek többet tartózkodnak otthon, gyakrabban főznek és folyamatosan fűtenek. A legtöbb lakástűznél 1-2 négyzetméteren pusztítanak a lángok, de naponta 3-4 otthon teljesen megsemmisül a tűz miatt. Évente országosan csak nem 400 lakástűz keletkezik amiatt, hogy a tűzhelyen vagy a sütőben felejtik az ételt, de idén a megyékben is jutott majdnem minden napra legalább 2 lakástűz. 28%-kal többen vették igénybe a Móricz Zsigmond megyés városi könyvtár meg annyi szolgáltatását 2018-ban a 3 évvel korábbi adatokhoz képest. A látogatók száma tavaly elérte a 190 ezret, ők több mint 310 ezer dokumentumot használtak. Az intézmény idei tervei közé tartozik, hogy májusban úgynevezett kamaszteret nyitnak az ifjúság részére. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták február 5-én, kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd késő estétől felszakadozik, csökken a felhőzet. Éjszaka párássá válik a levegő, köd is képződhet. Eső, havas eső, havazás egyaránt várható. Az északi szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4-1 fok között alakul. A Kárpát-medence fölé egy anticiklon húzódik, ezért szerdán túlnyomóan derült napos idő várható, átlagos körüli hőmérséklettel. Front hatás nem veszi igénybe szervezetünket, a több órás napsütés kedvező hatással lesz a közérzetünkre. Túlnyomóan derült napos idő várható, a köd fokozatosan mindenütt feloszlik, kitisztul az idő, csapadék nem lesz. Az északi szél megélénkül helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 fok körül alakul. Csütörtökön és pénteken a napos területek mellett tartósan borult, párás, ködös tájak is lehetnek. Később országszerte változó felhőzetre van kilátás. Számottevő csapadék nem várható. A hétvégén megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a déli-délnyugati szél. A hőmérséklet eleinte a sok évi átlag körül alakul, majd szombaton már az ország túlnyomó részén 10 fok felett alakul a csúcsérték.